Köszöntöm a nézőket, az Új Budai Nagy Kávéház című műsorunkat látják, és benne vendégünk Mészáros Béla színész. Jó napot kívánok, szervusz! Jó napot kívánok! Új Budai vagy, találkoztunk a Bikásparki 18. születésnapi rendezvényen, nagyon sokat játszol a Karinti Színházban, de a legfontosabb és elsődleges, hogy apuka lettél. Gratulálunk! Igen, köszönöm szépen, nemrég. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat nyilatkoztál erről, hogy boldogság, szerelem, és alig várod, hogy apuka legyél. Július 20-án született a kisbabátok, Vilma? Vilma, igen. Na, milyen érzés? Hú, csodálatos, hát nagyon összetett. Hát elsősorban, ami a legfontosabb az egészben, persze az, hogy egészséges és hogy jól van, de hogy milyen fantasztikus volt az a nap, az egész nap, amikor együtt voltunk Hajnalkával, és hogy próbáltam végig kitartani mellette, de közhelyben mindig ezt mondják a férfiak, hogy milyen fantasztikusak ilyenkor a nők, hogy miket kibírnak, és tényleg döbbenetes volt az az élmény. Tehát, hogy mennyi erő, meg mennyi kitartás volt benne, és mennyi küzdelem. Úgyhogy nagyon, nagyon szép nap volt, de harcos nap volt. Lelkileg mennyire viselt meg ott lenni? Eléggé, pont emiatt a fájdalmak miatt, amiket láttam. Feleségem arcán. Próbáltam vele menni. Igazából, amikor a pici ott volt a hasamon, később a Vilmácska, akkor már nem volt bennem sok érzelem. Tehát annyi mindent kijöttem egész nap, hogy ott feküdtünk, és csak így simogattam, és mondtam, hogy hát most én vagyok akkor az apukád. Tehát ott valahogy már kiürültem. Aztán persze másnap már visszajött az érzés, amikor visszamentem a kórházba. De tényleg csodálatos, csodálatos érzés. Meg most, hogy már eltett ennyi idő, és látom, hogy már ott együtt élünk, mint egy család, azért az. A feleséged Szakács Hajnalka színésznő, ő hogy van? Jól, most már jobban, de azért hát ő még kevesebbet tanul, nem aludtunk ugye annyira, nem alszunk most arában olyan sokat ebben a másfél-két hétben, de még az első 4 nap az még nehezebb volt, mert akkor még benn maradt a kórházban, még benn volt, és akkor hát folyamatosak a gyerek méricskérése, ugye szoptatás, akkor figyelni rá, akkor megmérni, akkor ezek a műveletek egymás után mentek, úgyhogy még kevesebbet aludt. Próbálom felváltani, akkor néha éjszaka segíteni, amiben tudok, akkor pelenkázás. Az már nagyon jól megy egyébként. Igen, az már az elején jól ment. Csodálkoztam, hogy... Készültél rá, vagy ösztönösen jött? Hát egyébként jártunk, korábban elmentünk. Ilyen szaktanácsadásra volt olyan nap, amikor együtt töltöttünk. Több kismamával együtt, meg apukával együtt egy ilyen workshopon ott voltunk, és akkor igazából ezekből merítettünk egy csomó erőt, meg rengeteg mindent tanultunk, és akkor volt pelenkázás is például. Ezt kipróbáltam. Legutóbb, ahogy említettem is az elején, az Új Budai 18. születésnapi rendezvényen találkoztunk a Bikásparkban. Sokan tudják, számomra például meglepetés volt, hogy törzsgyökeres Új Budai vagy, vagy inkább, hogy nem törzsgyökeres Új Budai, nagyon sokat éltél Új Budán. Igen. Milyen? Most már nem itt élek, igen. Igen, most már nem, azért próbáltam én is javítani. Mik fűződik, milyen emlékeit fűződnek Új Budához? Hú, azt most itt mind elmondanám. Már csodálatos élmények fűződnek hozzá. Nagyon sok minden történt abban az időben. 2013-ban kerültem ide, és megismertem a környéket, akkor bejártam, ott a Feneketlen tó környéken laktam. Azért az nem olyan nagy. Az... Hát nem, már mi a Feneketlen, nem, ugye a többi részt, tehát az utcákat, nem csak a Feneketlen tavat, de oda jártam mondjuk kifutni. De nagyon, nagyon szerettem az egészet. Az élmények azok, hát nekem nagyon sok változás történt akkor az életemben. Magánéleti dolgok, szakmai ez akkor nem, mert akkor is ugye a katonában voltam, mert azóta is ott vagyok a katonában, de sok minden történt férfivé válás, meg érettség szempontjából, meg olyan magánügyi nehézségek, problémáknak a elengedése, meg megoldása, hogy nekem ilyen érzelmi kapcsolataim vannak azokkal, akár a terekkel, vagy az utcákkal. Tehát én így kapcsolódom inkább jobban. Van valami nagyon kedves, kiemelt emléked a kerülettel kapcsolatban? Több ilyen van. Beszélgetések, ez is a Feneketlen tó mellett a parton. Meg a templomban ott is volt egy-két szép emlék, meg Rórátira jártam oda reggelente. És volt egy időszak, amikor elmentem mindegyik Rórátira, reggelim is, ami reggel 6-kor kezdődik. Az például nagyon-nagyon szép élmény volt. Vallásos vagy? Igen. Mielőtt az itteni munkára, vagyis a Karintira áttérnénk, meg a színházi szakmára, először beszélgessünk egy picit filmről. Nagyon sokan ugye a Mintaapák című sorozatból ismernek, de hát előtte is számos filmet forgattál. Most, azon kívül, hogy ugye otthoni apuka vagy, mivel foglalkozol a szüneten kívül?
Hát sakkozom sokat, egyébként nem szeretek sakkozni, egyébként tényleg Igen, sakkozni. azt, Ja, azt, igen, azt, szalottam. azt tudom, hogy foci és sakk, ezt a Igen, ezt a kettő kettőt sport szeretem. Most igazából, most az a szerint, hát most a színházban dolgozom többet, most nem forgatom, most volt egy pár nap, amikor forgattam a sorozatban, most a nyáron, de amikor volt szerződtetés, akkor beszélgettem a Gáborral, Máté Gáborral, az igazgatóval, katonai igazgatójával, és mondtam neki, hogy majd ugye várható a pici érkezése, ezért talán jobb lenne, és mondták, sok férfi tanácsot adott nekem, hogy jobb lenne, hogy az elején otthon lennél, hogy tudjál segíteni akkor ugye a feleségednek. És ez így is van, tehát látható, hogy elkér a segítség, úgyhogy megkérdeztem, hogy nem lenne probléma, hogy az elején nem én lennék. Nem lennék annyi darabban. Úgyhogy megoldható volt, és akkor januárban kezdem csak el a próbát. És ez tök jó, mert igazából felújító próbák lesznek, azokban eljátszom az előadásokat, azokat eljátszom esténként, de konkrétan próbálni január 5-én kezdek el. De nem kell helyettesíteni, hanem azok a nem darabok, kell. Amikben játszol, azok később fognak menni. Nem, amiben játszom, azok mennek ugyanúgy, csak újat nem kezdek el próbálni. Ja, világos. Aha. Tehát új próba nem lesz, és akkor ebből a szempontból ez szuper. Mert csak én döntöm el, hogy akkor napközben, hogyha nem elmegyek szinkronba, akkor ott dolgozom, vagy ha nem van egy-két nap forgatás, akkor van, de otthon tudok lenni. Úgyhogy most nekem ez van. Mit forgattok most? Hát ami most volt, egy sorozat volt, az RTL Klubban lesz majd. Abban nem volt igazából olyan sok nap, ami 8-9 napot forgattam. Gáspár Katával, Makranci Zalánnal, ők a főszereplők benne. Meg még szóval arról, hogy egy-két napot még forgatok valamiben, de azt lehet, hogy nem mondhatom, vagy nem tudom még. Akkor csinál, maradjon titok és biztosokat. Meglepetés. Már mindenki nem titok, csak hát ugye az énkor. Elég nehéz felsorolni is, hogy hány filmben szerepeltél. Csak nem, vagy több mint 20, Swing, Buék, Poligámi, Seveled, melyik volt a kedvenced? Hú. Vagy inkább sorozatok? Nem, azért ez más, nagyon nem. Hát inkább talán a film, nagyon sok olyan jelenet volt, egy filmben belül is akár. Vagy volt olyan film, amiben nem voltam annyit például, akár a, most a nejem, nőm, csajom ugrott be. Igen, igazából igen. Ott nem voltunk, de például nagyon kellemes emlékek fűződnek hozzá. Az is nagyon jó, amikor egy filmben főszereplő vagy, és akkor el tudod vinni így a hátadon az egészet. Ezért az ritka, amikor az ember, vagy legem is nekem ritka volt az életem, egy-két ilyen alkalom volt, amikor ezt megadatott, hogy ezt Seveled? Kipróbáljam. Akkor Seveled, igen, vagy a Pesti Balhé, amikor forgattuk. Úgyhogy ez jó volt. Hát igazából nekem filmforgatni nagyon jó dolog, tehát mind kellemes emlék. Ezt nem is tudtam, hogy most mondtad ezt, hogy 20 fölött, pedig igazából nekem pár van a fejemben, ami volt utólag, utóbbi években, de korábban is volt egy pár, igen. Például most, amikor forgattam az RTL Klubos sorozatban, most ugyanúgy a Fazekas Csabával dolgoztam, akivel a Swingbe. És már belegondoltuk, hogy ez már 10 éve volt. Nagyon régen volt. De hát nagyon jó dolog forgatni, nagyon szeretek forgatni. A színház is nagyon jó, mert szokták kérdezni, hogy melyik az, ami, az egyik bocsánat, hogy melyik az, ami jobb. De ezt nem lehet összehasonlítani, mert a színházat én nagyon-nagyon szeretem, mert ott mindig változhatnak a dolgok. Meg ott azonnali a visszajelzés. Igen, azonnali visszajelzés, meg nagyon jó dolog az, amikor eltelik tényleg egy-másfél év akár, és akkor eszembe jut egy mondatról, hogy teljesen más dolog. Tényleg, ez csodálatos. És akkor rájövök, hogy ezt a mondatot nem is úgy kellett volna mondanom, hogy addig mondtam, vagy nem olyan kontextusba kell helyeznem, amiben addig helyeztem. És akkor rájövök, hogy azt, és akkor megvan egy dolog. És akkor már máshogy formálódik a többi szerep és a többi szereplő hozzám képest. És szerintem ez csodálatos. Persze a filmben meg tök jó, hogyha valami egyszer jól sikerül, akkor az már megvan. Csak ott nincs lehetőség javítani. Igen, csak igen. És a sorozat, én a sorozatot is szerettem csinálni, az is nagyon jó volt, nem csak a filmről akartam beszélni. Az kicsit nehezebb volt abból a szempontból, hogy ott nagyon sok jelenetet vettünk fel egy nap. Tehát ez egy napi sorozat volt. És ott azért ott nagyon kemény a tempó, tehát ott így be lehet fáradni. Említetted a főszerepek kapcsán, hogy a Seveled című és a Pesti Balhé című filmben ezeket te játszottad. A Seveledben egy nőcsábász pasit játszol, aki az Istennek nem találja meg a nőjét, a csaját, mert mindig azonnal valakiben talál valami kifogásolni valót. És többek között nyilatkoztad azt, hogy ezt a filmet, mintha rátszapták volna. Tehát, hogy sajátodnak érezted. Ez akkor így volt? Hát akkor nagyon. Akkor igen. Akkor ez volt itt a feneketlen tavi időszak? Például ez is igen, ez 18-ban volt, azt hiszem, akkor forgattuk talán. Annak is 5 éve, tehát nagyon, nagyon régen volt ehhez képest. Igen, az egy olyan időszak volt, ami így, igen, így utólag belegondolva, akkor én ezt úgymond, tehát vágytam a normális, kiegyensúlyozott életre, de persze abban is nagyon jól éreztem magam, amiben voltam. Idő kellett hozzá, hogy rájöjjek, hogy igazából ez egy felesleges időtöltés volt a részemről. És persze nem akarok nagy szavakat használni, meg hogy mint én meg már ráébredtem volna sok mindenre, mert az ember ugye tényleg hát formálódik meg a lelki, úgyhogy is ezer felé viheti az ember, de azt tudom, hogy ez egy olyan időszak volt, amit több év telt el úgy, amire utólag most visszagondolok, hogy
hát talán picit máshogy is élettem volna ezt meg. Talán hamarabb felnőhettem volna. De éppen ezért könnyen játszottál el ezt a szerepet? Hát igen, van bizonyos részeit egyébként könnyen, igen. Akár a szorongások, a nehézségek, amik vannak benne, vagy a végén is van ilyen pánikrohamszerűség, vagy amivel küzd, folyamatosan nem tud elköteleződni. Tehát azért ezek úgymond, igen, bennem is bennem voltak, és nehezebben tudtam ezeket, vagy könnyebben meg tudtam élni, mivel az életemben is megtapasztaltam. De az meg egy csodálatos dolog volt, hogy miközben ez a karakter formálódott bennem ebben az időszakban, és így oda-vissza voltam, kommentem forgatásra, meg szinte minden nap voltam, közben találkoztam Hajnalkával. Tehát ez is érdekes volt, hogy... Együtt forgattatok. Igen, együtt forgattunk benne, neki kisebb, pici szerepe volt benne, de mégis ez csodálatos volt, hogy akkor így megadta a sors, hogy jóisten, hogy akkor összefutottunk. És akkor még nem találkoztunk, mert akkor nem találkoztunk, akkor neki barátja volt. Egy évvel később alakult ki közöttünk, amikor volt a premier, a filmnek a premierje, akkor kezdtünk el utána találkozni. Milyen szerepeket játszol szívesen például filmen? Olyanokat, amivel könnyen azonosulsz, vagy ami pontosan a személyiséged ellentéte, és éppen ezért nagyobb kihívást jelent? Hát mind a kettő jó valamilyen szinten, mindig van bennünk valami abból az emberből, valamilyen szinten, vagy valamennyi, amit eljátszunk, vagy amilyen szerepet próbálunk megformálni. Azért jó egyébként olyat játszani, aki nem te vagy, nem annyira te vagy. Egy sorozatgyilkost. Például. Egyébként ezt nem úgy akartam mondani, nagyon vágyom erre, de amúgy meg közben vágyom rá, mert hogy eljátszani egy ilyet, de egy sorozatgyilkos például, igen. Igen, egy-két jó sorozat van, ugye. Igen, nagyon egyébként csak beugrott egy-két jó sorozat, amiből aztán lehet meríteni, de most nem arra vagyok játszopan, hogy sorozatgyilkos. Mondjál ilyet, amiből gondolom szakmailag lehetne. Egyébként igen, most persze, mi az a sorozat? Most nem jut eszembe, most a Netflixen, hogy Jeffrey Dahmer, vagy nem tudom. Igen. Például, igen, na hát az brutál. Jó, de ez nagyon durva, tehát nem ezekre vagyok látszapomva. Igen, de például ez minden, amit tudok. Ez is egy sorozat, ezt nem sokan ismerik, ez az HBO-n van fent. A Mark Ruffalo játszik benne. Valami elképesztő, és ott van egy ikertestvére is. És egy saját történet is van benne, azt hiszem, történt a családján belül is, a nehézségeken, problémák, nagyon-nagyon durva. De az egy dolog, hogy ő fél éve később vették fel azt a másik embert, aki igazából kicsit meg volt hízve, és akkor nem volt szőrzete, és ott egy teljesen másik ember volt, tehát megcsináld ezt, de hogy olyan elképesztően játszik, meg olyan gazdag, olyan annyira csodálatos a történet, és közben fájdalmas, tehát egy nap egyrészt lehet megnézni, mert utána teljesen... Na mindegy, ezek jól lennének ilyen filmekben forgatni, de a forgatókönyv is sokat számít, persze, meg a színész is. Amúgy találkoztam Mark Ruffalóval. Na. De csak egy nem fél percig, csak az utcán elment a bicikli mellett, itt volt Magyarországon. És visszatekertem, és mondtam, hogy úristen, Mark Ruffalo, csináltuk egy képet, tényleg olyan volt, mint egy kislány, vagy nem tudom. Mondtad neki, hogy színész vagy? És mondtam neki, tisztelt, mondtam neki, egyébként én is színész vagyok. Oh, it's my pleasure. Mondta, de jó. Mondtam, igen, hát nekem is egy öröm. Oh, Isten, de jó volt, vicces volt, de nagyon kedves volt. Én sem egyszerű. Mondta, jó, akkor leveszem a szemüvegemet. Persze, jó, köszönöm. Tehát ilyen egyszerű ember. Kedves. Ki a példaképed? Egyébként miután őt láttam, őt is például ebből a szempontból nagyon szerettem, mint színész. Nagyon megdöbbentem az, hogy mennyire fantasztikus. De Daniel Day-Lewis például nagyon szeretem. Őt nagyon. Csak ő már sajnos nem játszik, ugye? Pár év abba hagyta. Milyen véleményed a magyar filmek pénzeloszlásáról? Hát ez egy nehéz kérdés. Nem véletlenül kérdezem nyilván, mert ezt korábban azt mondtad, hogy nem mindig úgy oszlik el, mint amit a szakma megkívánna. Sajnos nagyon sok olyan tehetséges rendező van, akiket ismerek, akik... Például? Akik pályázott. Hát... Akik félbeszakítottalak. Nem azért csak, akik pályázatot is ugye pályáztak bizonyos forgatókönyvekkel, és sajnos nem kaptak rá pénzt, vagy próbálkoztak máshol is, és akkor nem jutnak szóhoz itt, ugye, vagy elmennek ebből az országból. Tehát igazából ez már lárágva csont ebből a szempontból, hogy sajnos vannak olyanok, de egyébként olyan emberek is vannak, akiket nem is ismer úgy a szakma. Én is találkoztam velük egy-egy forgatáson, és ezáltal tudtam meg, hogy milyen tehetségesek, és hát ez nagyon bonyolult, mert igazából az ember ilyenkor mindig, hogy mondjam ezt, dühös lesz persze, hogy igazából milyen jó lenne, hogyha jó helyre menne a pénz, vagy jó helyre is menne, nem csak olyan helyre, ahol nem értenek annyira hozzá, de hát nem tudok mit csinálni, az ember reménykedik, azt gondolja, talán változnak a dolgok. Minek kapcsán ismernek fel gyakrabban a filmek, vagy a itt még szusszantál egyet, szerintem van benned egy gondolat. Ja, nem. A szusszanás az arra vonatkozott, hogy eszembe jutott, hogy mostanában teljesen jogosan az emberek úgy elmondják a véleményüket, csak annyira
sokszor van mostanában, hogy mindenki tudja így a frankót, és így elmondja, és egyből pacekba reagál valakinek a ténykedésére. És sokszor abszolút valid, amit mondtál, teljesen érthető, csak az indulat, arra szusszantam csak, hogy... Mérges vagy. Nem, pont az inkább, hogy... De sokszor az ember mérges persze, csak hogy nem mindig az indulat vezesse az embert. Meg hogy már kicsit elegem van ebből, hogy mindenki folyamatosan csak szídja a másikat. Tehát ez jutott eszembe. És érthető, amikor kinyílik az ember zsebében a bicska, tehát ezt mind értem, csak hogy a hirtelen reakciók, meg amikor már unom, hogy folyamatosan ez folyik mindenhonnan, hogy egyik gyűlöl a másikon, a másik az egyiket. Tehát ez, de ez most, ez rómurákat lehetne beszélni persze, csak hogy... Jó, de hát a közönség nehéz. Viszont szeret, gondolom, legalábbis többen. Ja. Biztos van rajongói köröd. Miről ismernek fel jobban? Inkább a filmekről, filmek kapcsán, vagy a színházi darabjaid van erre vonatkozóan valami infó? Most az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy biztos, hogy megismerek, hogy néni mondtam múltkor, hogy na, fogyott azóta, ugye? És mondta, hogy igen. Mondtam, igen, tudom, hogy tudom, mire gondolom, igen, valamennyit igen fogytam. Annyira nehéz, még küzdök ezzel mindig. Igen. Egyébként általában most a film miatt, potala ellen beszélgettem Kovács Lehel barátommal, színész kollégámmal, és ő mondta, hogy amikor forgattam ugye egy-két nagyjátékfilmet, nagyjából megismertem, akik jönnek színházba, és az a pár ezer ember, aki jön a katonába, akkor azt mondja, igen, akkor én ismerem ezt az ember, de teljesen más, mint amikor egy sorozatban vagy. Mert ugye, és azért, mint nap, azt kell, hogy nap, mint nap látják az arcodat, akkor ez érezhető volt, akárhova mentünk, akár most a Balatonon, vagy sok helyre mentünk, nem azt, hogy akárhova, nem akarom ezt így mondani, mert én vagyok önismert, híres nem vagyok, ismertem vagyok, és azért az van sokszor, hogy rám néznek, és ó, basszus, onnan ismerem. Nézd, akkor vagy az van, hogy telefon, vagy az van, hogy beugrik, vagy ó, pont néztem akkor a mintaapákat. Tehát a mintaapák volt az, ami miatt az történt, hogy megismertek többen, de engem meg valahogy az annyira nem érdekel soha, tényleg. Celeb vagy? Volt, amikor érdekel, de Nem szerettel el. Tudom, de... Nem azért, nem amiért mennyire degradáló ez, mert mostanában a celebre mondják arra az emberre, és aki, szóval nem így értem, hogy nem vagyok celeb, hogy jó, kikérem magamnak, de nem is, de én sztár sem vagyok, meg nem is érdekel. Tehát nem, akkor nem mennél el egy valóságshowba, dzsungel közepére? De hogy mennék. De nem csak azért, egyébként abból kipróbálnám, úgy elmennék, hogyha nem vennék fel. Hogy elhívnának, és nem tudnának az emberekről, hogy nem azért csinálnám. De azért az nagyon vicces volt, hogy hívtak engem egy nagy valóságsóba, hívtak engem egy zenés műsorba, mindegy most, hogy melyik csatorna, és én elkezdtem nevetni ezen, amikor pont ment így a mintaapák, és ismertebb lettem. Hogy akkor oda mennék el, mondtam, hogy mennék el zsűrizni, nincs hangom. Ja, nem zsűrizni, hanem hogy mennék el énekelni, hát nincs hangom. Mondtam, nem, hanem hogy zsűri. Azt mondom, még nagyobbat rögtem, hogy mennék ez, és én elmondanám, hogy igen, nagyon jó volt, jól énekeltél, bár itt kicsit voltak egy-két csúszások, és ezt nézni a fél ország, hogy én ott ülök és magyarázok. És utána színpadra lépni, igen, énekelni. Szóval, nem, ez nem az én világom egyáltalán. De ilyenkor ez történik, hogy az ember megismerik, akkor sokan felkeresik, na és akkor most mi lenne, van-e kedved? És mi idő után azt mondom, hogy nem, akkor utána azt mondom, hogy akkor már látják, hogy jó, akkor nem tudjuk, hogy jön a következő. Tehát igazából ez van, következőt kicsit kihasználjuk, jó, felpumpáljuk, ott van, akkor, tehát már bocsánat, nem mindenkinél, de azért ez észrevehető. De azért ez, bocsánat, csak még egy mondat, elnézést, azért az nagyon érdekes volt most, és persze természetesen nem mondok se embert, se oldalt, egy újságtól fölhívtak. Szia, nem tudom, igen, onnan vagyok. Na azon csak hallom, hogy akkor lesz kisbaba. Hogy netán képek, hogy valami beszélhetnél róla. Figyelj, én igazából egyszer már elmondtam egy magazinnak korábban, hogy gudantam, hogy ez elég, és oké, köszi, jó, csá. Tehát így, hogy Úristen, érzhetően, hogy egyáltalán nem érdekli, ki van osztva a feladatban, megvan a pippa, te jó, nem, akkor nem, akkor jön a következő. Majd átemeljük abból a cikkből. Ugye említetted, hogy elsősorban inkább a tévéképernyő után ismernek meg, hogyha ott láttak. A színházban meg ugye pár ezer ember lát egy-egy darabot, sajnos, és Máté Gábort, akit többször is említettél, mint mesteredet, mint tanárodat, és mint színházigazgatót is, neki van egy eléggé disztopikus hozzáállása a színház jövőjével kapcsolatban. Azt mondja, hát... nem ezen mosolyogok, mert ez amúgy szomorú dolog. Na, igen. Csak hogy ezt én már 25 évvel ezelőtt, amikor az osztályba jártam, ugye? Akkor mondta. Tanonca voltam. Ja, azt mondtam? Igen. Hogy akkor, ja? Nem, hogy akkor volt hogy... az, hogy egy órán mondta, hogy na majd, hogyha netán ezt a jelenetet így gondolkodtok róla, és majd megcsináljátok valamikor 20 év múlva a színházban, ja, hogyha akkor még lesz színház. És ezt annyiszor hozzátette, hát ő, igen, sok szempontból. És mégis van. És mégis van. Tehát mégis van. És te hogy látod a színház jövőjét? Hú. Amúgy most úgy reagáltam először, hogy erről is lehetne órákat beszélni.
azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon szomorú dolgok vannak, nagyon nehéz helyzetben vannak színházak, főleg ugye a független színházak, arról most nem is érdemes beszélni, mert ez kiábrándító az a szituáció. Én nagyon szerencsés vagyok, hogy olyan helyen vagyok, ami még úgymond egy kis szigetként, elzárva. Még úgy van, és létezik, és még van létjogosultsága, meg szeretik az emberek, és fontosnak tartják, hogy értékeket képvisel, szerintem, vagy fontos dolgokat. És hát emiatt viszont azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz mindig színház. Tehát az mindig lesz, ugye ezt tudjuk, azt meglátjuk, hogy milyen körülmények között, de azért hiszek benne, tehát bízom benne, hogy ez még van, és lesz. Az, hogy ilyen kevésbé fényesen látod a jövőjét, vagy kevésbé fényes a színház jövője, mennyire degradálja esetleg azt a díjat, amit kapsz a színházi alakításért? Például ugye megkaptad a Színi Kritikusok Gáláján a legjobb férfi epizód szereplőnek az elismerést, epizód szereplésért az elismerést, Isten haza család című darabért. Tehát egy ilyen díjhoz hogyan állsz hozzá? Egyébként ez jól, ebből a hát sok szempontból az ember jól áll hozzá. Jól esett az a díj, egyébként meglepődtem nagyon, hogy jelöltek, nem gondoltam volna, és amikor már benne voltam abban a háromban, tényleg az is jó érzéssel töltött el, hogy ez már tök szuper, hogy jelölve vagyok, vagy az a pár ember ezt gondolta. De most igen, nagyon összetett ez a dolog, mert közben most is azt mondtam, hogy pár ember, tehát valójában sajnos nem tudok annyi színházba eljutni az előadásaim sokasága miatt, nem tudok annyi színészt megnézni, mert tudom, hogy rettentő sok jó szerep formálódik egy évben, és sok jó színész van, és én pont szerencsés voltam, hogy benne voltam ebben a háromban, vagy nem csak szerencsés, lehet, hogy igen, tehetségkérdése is, hogy az jól sikerült ez a szerep, de közben meg belegondolok, itt is 13-14, nem tudom hány ember döntött arról, most akkor azok közül lehet, hogy akkor én kaptam többet, de rám 5-6 ember szavazott, tehát ez, azért kicsit úgy állok a diakhoz, hogy nagyon örülök neki. Tényleg jól esik, de aztán valahogy a helyén tudom kezelni, mert hát most ezt pár ember úgy gondolta, hogy én ebben jó voltam, de hát hogyha ezt most újra szavaznák, majdnem azt mondom, sorsolnák, nem, hogy szavaznának, akkor lehet, hogy... Árulkodó. Akkor nem azért mondta az életlen volt. Tehát, hogy újra szavaznák, akkor lehet, hogy más lenne a döntés. Tehát jó érzésre töltött el, hogy kaptam díjat, de... Nem tartod eléggé szakmai szempontból hitelesnek ezt a döntést? De, annak tartom. De nem, amiatt nem. Abszolút annak tartom. Csak hogy az olyan, mint amikor sportolókra is szavaznak. Tehát most ki volt ebben az évben, vagy hogy kik szavaznak? Az újságírók szavaznak, vagy az edzők szavaznak, a csapatkapitányok? Kicsit ívők fel, hogy örülök, hogy a kritikusok szavaznak, és az jó érzéssel töltötte, de lehet, hogy még 20 kritikust oda hívtak volna, és akkor abból a 40-ből szavaznának, ott már nem élettem volna. Csak így értem, hogy nagyra tartom, meg jó érzéssel tölt el, de nem értékem túl. Tehát úgy vagyok vele, hogy tök jó. Ezt jó, sikerült megcsinálnom, de aztán pár nap után már nem annyira gondolkodom rajta. Ez is más lenne egy Oscar-díj. Sok sikert hozzászorítunk. Új-Budán nem csak magánemberként éltél, hanem dolgoztál és dolgozol is a Karinthy Színházban. Itt van kedvenc szereped? Hát mivel egyet játszom igazából, abszolút az a kedvencem. Nem csak egy darabban vagyok itt, igaz. Bocsánat. Úgyhogy, de hogy hát nem, az a kedvencem. Mikor? Játszotok még idén? Játszunk még idén, már a következő évadban, de ugye idén, mert most nyár van. Októberben majd az Ördögi Kozmetika című darabot. Amelie Nothomb, belga írónő tollából. Hát ez nagyon kemény szerep. Nagyon szeretem, nagyon-nagyon-nagyon sok szöveg. A próba folyamat kicsit terhelt volt, mert nem volt sok idő rá, külföldi rendező, a Bocsánikov rendezte, és nagyon jó volt vele a munka, meg Andissal is, Mészáros Andissal vagyunk ketten benne. Iszonyatosan komoly tempót vettünk, és én ott szerintem öregettem egy 10-20 évet, amíg ezt megcsináltuk egy 3 hét alatt, mert nagyon, nagyon terhelt volt ez az időszak. Nagyon sokat játszottam este, és nagyon kevés idő volt arra, hogy megtanuljam azt a szöveget. Ilyen napot tanultam, és csak ebben voltam. És aztán végül is jól sikerült, de még ennek be kell járatodnia. Tehát volt már 7-8 előadás, de szerintem még kell legalább egy 4-5, amire akkor azt el tudom engedni magamat. Mert a főpróbán többször volt az például, hogy kicsit többet kommunikáltam a súgóval, mint hogy általában talán egész pályafutásom alatt, a 20 év alatt nem volt ennyi. Ott viszont nem annyira tudtam még a szöveget, és azért ennek le kell ülepednie, hogy azért ezt el tudjam engedni, és hogy fesztelenül tudjak játszani benne. Mennyire vagy elégedett a saját szakmai fejlődéseddel? Vagy ez egy élet tartó folyamat, életvégéig tartó folyamat? Hát ez jó kérdés. Mármint, hogy mennyire vagyok elégedett. Ez amúgy persze életem végéig fogom ezt tanulni, meg szerintem minden színésznek, ameddig kitart és még színész marad. De hogy mennyire vagyok most elégedett, ez érdekes, mert sokszor eszembe jut, hogy ahhoz képest, ahogy korábban játszottam, vagy megnézek korábbi akár filmet, vagy színpadi előadásra visszagondolok, vagy akár egy régi felvételt, akkor
nem csak amiatt gondolom azt, hogy ezt már nem így csinálnám, mert érettebb lettem, hanem mert tényleg annyival talán többet tudok a szakmáról, vagy magamról többet tudok, hogy már máshogy fogalmaztam azokat a mondatokat, hogy máshogy bújnék abba a szerepbe. Tehát azt gondolom, hogy szerintem fejlődtem, de az utóbbi időben tényleg eszembe jutott, hogy vajon jött a Covid is, úgy, amikor az ember örült egy picit, hogy kicsit kienged, aztán már hiányzott a színház, hogy azért egy-egy jelenetnél, vagy most a forgatáson is eszembe jutott, hogy egy-egy megoldásomnál valahogy olyan rossznak tartottam, amit csinálok, vagy olyan réginek, olyan fiatalosnak, olyan fiatal Bélának éreztem magam, hogy ezt nem így oldanám meg, tehát hogy miért nincs bennem abban a szituációban több rutin, vagy miért nem találtam ki valami jobbat. Tehát néha azt veszem észre magamon, és szerintem sok színész, hogy ott el tud lustulni. És vannak olyan hetek, amikor így el van abban a szituációban, amiben van egy darabban, és akkor nem fejlődik. De hát ez motiválhat a további fejlődés, ahogy apukám mondja, teher alatt nő a pálma. Ez igaz. Csak hogyha nagyon sokat játszik az ember, most múlt évben nagyon-nagyon sokat játszottam, akkor már úgy mentem be a színpadra, őszinte leszek, június elején, hogy azon bennem, hogy menjetek haza. Ez volt benne a nézőkre vonatkozó. Nem tudok, nincs kedvem már megint fölkaparni valamit, hogy megint aztán persze megcsináltam, tehát újra és újra előhoztam, csak már nagyon vártam a június végét, a június 17-ét, akkor volt az utolsó előadás. De amiatt, hogy aztán persze újult erővel menjek vissza, meg nagyon szeretem csinálni, de nagyon besokaltam. És mi a cél? Van esetleg szakmai célod? Oscar díjat akarok. Főleg, hogy tudok angolul, amennyire tudok. Szakmai ott a sugógép, megbeszéltük. Szakmai cél? Hát talán most nincsen annyira, csak az, hogy jó szerepet játszon az ember. Ez a következő év jól sikerüljön. És ez egy közös produkció az Orlaival, az tök jó lenne a Katonának, egy közös produkciója. A Lavinát csináljuk meg, van egy ilyen film, ugye nem tudom, hallottál róla, Lavina című film, nagyon jó film, és azt mi megcsináljuk színpadon. Ilyen, ez most ugye a közelebbi cél, hogy ezt megcsináljuk, távolabbi, igazából csak azt, hogy szeressem továbbra is ezt, tehát hogy ne sokszor forduljon elő, vagy hogy ne legyen akkor ennyi előadás, hogy ennyire eltompulnak az érzelmeim, tehát hogy ennyire felborul minden benne, hogy abba hagyjam. Ez csak időszakos, ez egy-két hétig tart, de később azért már ez megváltozik. Úgyhogy igazából ennek az örömét szeretném megtartani magamban. Ez a célom, az, hogy most persze jó lenne még filmben szerepelni, tök jó lenne még eljátszani főszerepet egy filmben, megint csak, hogy teher alatt nő a pálma, hogy megérezzem, hogy milyen ez. De csak szeressem, amit csinálok. És majd a Vilma is csinálja azt, amit szeret. Nagyon sok boldogságot kívánunk, köszönöm hozzá, és szívből gratulálunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm a meghívást.